Ekkora sikert aratott a Marista iskola cigány téma hetének záró programja. Egy pozitív életút beszélgetést láthattak az iskolánk tanulói, a rövid házaspár bemutatkozásával. A férj, ő egy vízgázszerelő, a feleség pedig pedagógiai asszisztens, aki szeretné magát tovább képezni, és nagyon jó mintával álltak elő a gyerekeknek, hiszen mindenért meg kellett nekik is küzdeni. Úgy láttam, hogy kedvezően fogadták a gyerekeink, és akkor ezt a programot követően a felső tagozatosok egy hagyományos roma étel kóstolására mennek. Már az asszonyok elkezdték a főzést délelőtt. Iskolánkban dolgozik egy nagyon kedves kolléganőnk, Vadász Brigitta, aki pedagógiai asszisztensként dolgozik nálunk. Egyébként korábban tanítványunk volt ő, és az édesanyja, ketten ők a főszervezőik a főzésnek. És akkor Brigi nagyon sokoldalú, mert még a roma táncot is tartja az iskolánkban, ilyen autentikus táncot, és az alsó tagozatosokkal pedig ő fog még táncházat vezetni. A témahét során alaposan megmozgatták fizikai és szellemi értelemben is a tantestület tagjai a diákokat. A programot záró beszélgetés pozitív életutat mutatott a diákoknak. Mindenképpen nagyon jó, ha látják azt, hogy abból a sorból, ahol ők élnek, abban hogyan lehet kilépni. Mert ugye sokan elégedetlenek a sorsukkal, de nem igazán tudják, hogy mégis mit lehetne tenni. Sokan meg bele is törődnek esetlegesen a szüleik alapján nem látnak pozitív utat, és ehhez nagyon jó kis mankó az, hogy ne csak tőlünk hallják, hanem olyan szereplőtől, vagy olyan embertől, aki átélte mindezeket. Tehát hiteles tapasztalat útján. Vannak gyerekek, akik igen is akarnak előrelépni, sőt, én már 30, nem is tudom pontosan hány éve dolgozok itt az iskolában, és azért azt látom, hogy egyre többen be tudnak költözni a városba, egyre többen akarnak többre jutni, mint a szüleik. Tehát egy kicsivel előrébb jutni, tisztességes, becsületes munkával. És én azt gondolom, hogy ez mintaértékük kell, hogy legyen a tanítványaink előtt. A téma hét amúgy a levezetéseként a felső tagozatosok számára hagyományos roma ételkóstolót tartottak a pedagógusok, míg az alsósok az autentikus roma táncházban robhatták.